Továbbra sem szavazhatnak levélben a külföldön élő magyarok. A parlament a Jobbik kezdeményezésére ma tárgyalt volna a választási törvény módosításáról, de a kormánypárti képviselők nem mentek el a rendkívüli ülésre. Arra hivatkoztak, hogy politikailag aggályos, hogy az ellenzék egy már kitűzött népszavazás szabályain változtatna. Az ellenzéki pártok szerint a kormány bojkottja azt jelenti, hogy nem tesznek eleget megbízatásuknak, és arcul csapják a választókat. Nem volt sok dolga a képviselőknek a parlamentben. A napirend előtti felszólalások után már mehettek is haza. Az országgyűlés a választási törvény módosításáról szavazott volna. Arra törekszik Magyarországon, a magyar parlamentnek, a magyar kormánynak, a magyar közéletnek az legyen a célja, hogy ezeket a magyarokat minél jobban szakítsuk még el Magyarországtól, nem inkább erősíteni kéne az ő köteléküket Magyarországhoz. A javaslatot benyújtó Szávai István szerint a választási törvény igazságtalan. A megoldás csak az lenne, ha módosítanák a jogszabályt, hogy minden külföldön lévő magyar állampolgár szavazhasson, függetlenül attól, hogy van-e állandó magyarországi lakcíme. A módosításról végül határozatképtelenség miatt nem szavaztak. A kormánypárti képviselők ugyanis bojkottálták az ülést. A Jobbik és az MSZP közös javaslatáról kellett volna tárgyalnunk. Ugye ez már önmagában is képtelenségnek hangzik, de írják le, rögzítsék, ez így történt. Halász János azt mondta, a jelenleg hatályos választójogi törvény kiállta az Alkotmánybíróság és a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság próbáját is, ezért szükségtelennek tartják a módosítást. A frakció szóvivő szerint az ellenzék célja a rendkívüli ülés összehívásával csak az volt, hogy ellehetetlenítsék az október 2-ai népszavazást. Rosszul vagyunk attól, hogy a kormány folyamatosan áskálódik, hogy minden felelősséget mindig másra hárít. Az Együtt szerint még soha nem zajlott Magyarországon olyan gyűlöletkampány, mint ezekben a hetekben. Szelényi Zsuzsanna, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, az őszi népszavazásnak nincs semmilyen jogi következménye, tehát értelmetlen, és nem lehet tudni, hogy a kormány mire akarja használni az emberek szavazatait. Ez a magyar választópolgároknak az arculcsapása. Fodor Gábor szerint felháborító és elfogadhatatlan, hogy a kormány nem ment el a rendkívüli ülésre. A Magyar Liberális Párt elnöke azt mondta, a magyar választójogi törvény diszkriminatív, mert míg a határon túli állampolgárok szavazhatnak levélben, a külföldön élő és dolgozó magyaroknak erre nincs lehetőségük. Magyar és magyar ember között nem lehet különbséget tenni. Azt gondoljuk, hogy az égvilágon semmi akadálya nincsen annak, hogy a határon túli magyarokhoz hasonlóan a külföldre ment magyar emberek is levélben szavazhassanak. Szél Bernadett azt mondta, a távolmaradásukkal a Fideszes és KDNP-s képviselők bebizonyították, hogy nem tesznek eleget a választópolgároktól kapott megbízatásuknak, mert nem látják el a külföldön lévő magyarok képviseletét. A politikus szerint a kvóta népszavazás csak hatalomtechnikai trükk. Ha ugyanis a kormány komolyan gondolná, akkor lehetővé tenné, hogy minden magyar állampolgár szavazata egyenlő legyen.